Otello, Ruhe. Sag mal, Otello, was machst du denn für einen Krach? Es ist Mittagsruhe, hm? Aus! Ja, was ist denn los? Du kannst gar nicht schlafen, hm? Willst du raus? So. Jetzt ist es wohl endgültig vorbei mit der Mittagsruhe, ne? Ja, Rapha. Lass die Decke hier. Du kommst gleich dran, Otello. Moment noch. Hier kommt leckere Vanillesoße für die Götterspeise. Lass es euch mal schmecken. Oh, ich liebe Götterspeise. Und ich jetzt. Lecker. Ich hol schon mal den ersten Patienten rein. So, Herr Schmidt, bitte. Na, Fritzchen, was machen deine Augen? Hm? Zeig mal hier. Ja, ist das schon viel besser. Die Soße muss aber auch alle werden. Puh, ich kann nicht mehr. Aber ich? Na komm. Möchten Sie auch was von der Götterspeise? Eigentlich gern, aber ich muss los. Ich suche nur meine Sonnenbrille. Oben, im Bad. Echt? Oh. Hm? Danke. Benehmt euch anständig und macht eure Hausaufgaben. Wir haben nichts auf. So? Wirklich? Ja, wirklich. Na, Charlie, Mittagsschlaf vorbei? Zum Futtern ist er doch immer pünktlich. Tschüss, Frau Hoppe. Tschüss. Ey, Conny. Gregor hat gekleckert. Nichts dran machen, ich hol was. Oh Gott, das gibt's doch wohl nicht. Hat da jemand ein schlechtes Gewissen? Hm? Otello, Otello, bleib doch hier. Danke, Charlie. Du bist mir eine große Hilfe. Du bist ein Süßer. Komm mal her, Otello. Das kommt ja wohl ins Altpapier. Otello, wer hat dir denn das beigebracht? Herr Baumann? Frau Waldner, was machen Sie denn hier? Ich wohne hier. Ach so, ich verstehe. Kann ich Ihnen helfen? Nein. Ich denke, ich sollte besser überhaupt nicht mit Ihnen reden. Herr Baumann, ich vertrete Ihre Frau. Deshalb können wir uns doch trotzdem wie vernünftige Menschen unterhalten. Wollen Sie in die Praxis? Ja. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Komm, warte. Da ist der Eingang. Vielen Dank. Komm mal. Wiedersehen. Wiedersehen. Das gibt's doch gar nicht. Charlie und Otello, kommt raus da. Raus mit euch. Na, geht doch. Danke, Charlie. Tschüss, ihr beiden. So, wir sind schon dran. Ich bin Dr. Henning, das ist meine Kollegin, Frau Dr. Wössner. Hallo. Guten Tag, Sven Baumann. Mhm. Und das ist Arthur. Mhm. Na, komm mal her, Arthur. Hm? Na, komm. Uiuiui. Sie waren noch nicht bei uns, Herr Baumann. Ich bin vor kurzem erst wieder nach Berlin gezogen. Wir haben vorher in Babelsberg gewohnt. Mhm. Adresse und Telefonnummer steht alles drauf. Ja, danke schön. Und, was können wir für Arthur tun? Er macht mir Sorgen. Er wird immer dünner. Na, dann lass mal sehen. Das Fell ist ein bisschen stumpf. Haben Sie eine Idee, was es sein könnte? Wir machen erstmal ein Blutbild. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es könnte eine Stoffwechselerkrankung sein oder Würmer. Wann haben Sie denn zuletzt eine Entwurmung vorgenommen? Erst vor kurzem.
Frisst er gut? Seit einiger Zeit lässt er von seinem Fressen immer die Hälfte übrig. Ich habe schon alles Mögliche versucht. Die Ergebnisse haben wir dann morgen. Sie müssten noch mal vorbeikommen. Morgen? Ich fürchte, das schaffe ich nicht. Da habe ich einen wichtigen Termin. Und wie ist es mit heute Abend, so zwischen 6 und 7? Ja. Doch, ja, das passt mir besser, ja. So, das war's schon. Jó reggelt, Waldner asszony. Jó reggelt, Tina. Baumann asszony már itt van? 2 perce jött. A szobában várja. Ez a levél jött ma. Köszönöm. Főzne nekünk egy teát? Már meg is főztem. Jó reggelt, Baumann asszony. Jó reggelt. Elnézést a kis késésért. Semmi baj. Jó reggelt. Hello. Hello. Na, fiúk, minden rendben? Persze. Minden oké. Megígértem nekik, hogy utána elmegyünk a bábszínházba. És holnap a Nagyinál leszünk. Köszönöm, Tina. Van kedvetek átmenni Tinához? Új képregényeik vannak. Gyere, Olli! Köszönöm, Tina. Foglaljon helyet. Levelet kaptunk a férje ügyvédjétől. A férje magának akarja a fiúkat. Hiszen már mindent megbeszéltünk. És holnap van a tárgyalás. Ez az. Az utolsó pillanatban javítani akarnak a pozíciójukon. Még ha nem is jön össze nekik, akkor is úgy néz ki, mintha engedményeket tettek volna. Gondolhattam volna. Sven inkább tartsa meg a pénzét. Magának meg kell kapnia, ami jár. Igen? Jó, rendben, kérem, kapcsolja. Elnézést, a lányom az. Connie? Szia, mama! Kéne a Köpenicki kapitány videója. Muszáj épp most? Igen, holnap azt veszük a suliban. És el kell mesélnem a történetét. Max nem tudja, hogy hol a videó. Még a régi házunkban, Potsdamban. Na, szuper. Figyelj, ha végzek, elszaladok érte, oké? Ne fáradj, mama. Köszönöm. Majd én elmegyek érte. Szia! Attenzione, Otello! Köszönöm, Charlie. Gregor, nem túl nehéz neked? Hiszen erős vagyok. Oh, grazie! Hello, Rodolfo! Ciao, Connie! Mik ezek? Zöldség és gyümölcs az állatmenhelynek. Segítek Rodolfónak az etetésben. Gyere te is! Sajnos nem lehet, Potsdamba kell mennem vonattal. El kell hoznom valamit. Nagy pech. Egyáltalán nem pech, mert teszünk egy kis kitérőt Potsdam felé. Rodolfo, szuper vagy! Grazie, Charlie! Gyerekek, beszállás! Jaj, ne légy ilyen titokzatos, miért jöttünk ide? Körülnézni. Szép itt, nem? Igen, de... És pont ide készültünk. Ide? Hm? Bertolt professzor. Micsoda? A mi Bertoldunk? Karl Anton Bertold. Művészettörténész. Nem lakik rossz helyen, mi? Egy pillanat. Azt hittem, utálod. Hiszen meghúzott 1/2 évkor. Jól kitolt velem. Meg kell ismételnem a 1/2 évet. Így aztán rászolgált egy kis figyelmeztetésre. Igaz. Be kéne szögezni az ajtaját. Ez remekett. Csak vicceltem. Uff, mi van, ha meglát? Nincs itthon, ha jó úton van. És sütteti a hasát a napon. Jó, de... Ulf! Nagyon gyorsan megy. 1 perc és itt vagyok. Várj, megyek én is. Hey, Connie, várjál! Ki ez az úcska tragacs? Fogalmam sincs, talán Bertoldéké. Ugyan, a mama azt mondta, hogy elutaztak. Gyere már! Oh, ez egyre jobb lesz. Bertoldnak magánmúzeuma van. Mérget vennék rá, hogy a képek és a szobrok eredeti. Na, 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 na!
Charlie! Charlie, gyere ide! Mindjárt megyünk tovább! De gyere ide! Charlie! Mire készülsz már megint? Charlie! Mamma mia, Charlie, ne menj a szomszédba! Ulf, áruld el végre, hogy mit akarsz! Charlie, gyere vissza! Hiszen még én sem tudom. Charlie, gyere már! Semmi. Gyere! Oda néz! Egy majom? Ez hihetetlen. Menjünk már, jó? Hol vagy? Charlie! Hello, úgy látom eltévedt. Oh, scusi, elnézésüket kérjük. Hiszen nem történt semmi. Bertolt professzor barátai vagyunk. Megkért, hogy időnként nézzünk rá a házra. Épp hajóúton van a feleségével a földközi tengeren. Ó, hajókázik? Remek dolog, igen? Ó, nem, Charlie! Ebből ezt sosem értesz, komolyan! Hová tűnhetett? Rudolfo! Charlie! Ó, a gyerekek! Igen, mennünk Charlie! Kell, muszáj mennünk, gyere! Andiamo, mennünk kell! Na, gyere! Arrivederci! Viszlát! Viszontlátásra! Gyere már, tűnjünk innen! Nem. Nem találok semmit. És férgei sincsenek. Aha. Az értékek normálisak. És akut fertőzésre sincs semmi utalás. Tehát fizikailag minden rendben. Igen. Aha, a várószoba egyébként üres. Doktor úr, kell még valami? Nem, ma szorgalmasak voltunk. Jó, ugyanis el kell mennem a könyvelőmhöz. Elköltözött klinikébe. Részvétem. Könyvelőhöz menni ugyanolyan szörnyű, mint a fogorvoshoz. Nem olyan kellemetlen, ha rendszeresen eljár. Uh-huh. És kitől kapok rá időt? Viszlát! Viszlát! Otello, unatkozol? De így nem tudok dolgozni. Nem is kell. Először is iszunk egy kávét. Köszönöm, nagyon jó vagy hozzá. Gyerünk, Otello, adj helyet. Tessék. Köszönöm. Baumann? Épp most járt nálam egy Baumann úr a rendelőben. Tudom, Sven Baumann. Így van. Én képviselem a feleséget a váloperben. Tehát válnak? Holnap tárgyalják. Már fél éve külön élnek egymástól. Eddig minden rendben ment, de most Baumann úr ügyvédje bekavart. A férjnek akarja a gyerekeket. Mondd csak, és mi lesz a kutyával? Nem tudom. A kutya még sosem került szóba. Valami hasonlót sejtettem. Sokat segítettél. Én? Hogyan? Baumann kutyája étkezési zavarokkal küzd. Hogy úgy mondjam, klasszikus válóperes áldozat. Na, Otello, neked tényleg sokkal jobb dolgod van? Igen. Már jön is a barátod. Szia, Max! Hello! Hello! Na, srácok? Otello most biztos másként látja. Szegény Otello. Hiha Charlie aztán tud dobolni. Én ezt nem értem. Hiszen mindig követtem a táblákat. Legalább azt tudnám, hogy egyáltalán hol vagyok. Ó, de gyönyörű vagy. De valószínűleg te sem tudod megmondani, hogy jutok el innen a könyvelőmhöz, klinikébe, ugye? Ez most neked szólt, vagy nekem? Nem látta a táblát? Tilos az etetés. Há, de hiszen nem is etettem. Gyere, Napóleon, gyere. Napóleon? Milyen szép név ez egy szamárnak. Ért hozzá? A szamarakhoz igen. Máshoz nem annyira. Glinikébe készültem, de teljesen eltévedtem. Vissza a főútra, aztán balra, és onnan már csak 3 kilométer. Köszönöm. Árulj el, honnan ért ennyire az állatokhoz? Állatorvos vagyok, Rösznel Lombardi. Örvendek, Gerard May. És nem akartam megbántani. Igen, én is tudom. Viszlát, Napóleon. Tényleg gyönyörű állat. De most csak gondot okoz. Miért? Talán beteg? Éppenséggel nem, de... A legszebb férfi korban van, és nem érdeklik a kancák. Tenyészállatként haszna vehetetlen. Na de ilyet? Rajta tényleg segíteni kell, Napóleon. Hm,
Na, Charlie, azt hiszem lassan ideje lefeküdnöd aludni. É, a rendelő már zárva, kivéve a berendelt és sürgős eseteket. És te nem vagy sem egyik, sem másik. Hm? Értem. Én vagyok a sürgős eset. Gyere ide. Igen, tessék. Hoztam neked még egy pácienst. Jó estét, doktor úr. Jó estét, Bauman úr. Már vártam magát. Ő Charlie, a csimpánzunk. Velünk él. Ezt ad ide. Hello, Charlie. Bocsásson meg egy pillanatra, csak beviszem gyorsan a ketrecébe. Mire lemegy a nap, nagyon elfárad. És a fáradt csimpánzok nem ismernek tréfát. Hiszen szondított már délután. Csak még egy kicsikét, kérlek. Na jól van, kivételesen. De előbb mosd meg a fogad. Igenis. Gyere, Charlie. Kiderült, hogy mi baja van Arkónak? Valami komoly? Nos, szervileg minden rendben. Erről biztosíthatom. Jó, és mégiscsak egyre fogy. Igen. Van egy feltételezésem. Mondja, mióta eszik ilyen keveset? Úgy körülbelül fél éve. Tehát, ha jól értem, amióta külön él a feleségétől. Ő mindig az én kutyám volt. Jött velem az irodába, naponta háromszor megsétáltattam. Az ő életében egyáltalán nem változott semmi. Nézze, a puding próbája az evés. Ha nehezére is esik, adja oda Arkót egy időre a feleségének és a gyerekeknek. Aztán majd meglátjuk. Ezt senki sem várhatja tőlem. Épp eleget veszítettem a válással. Arkót már nem adom. Gregor, megőrültél? Nem, barlangot építünk. De nem az én takaromból. Tedd vissza a helyére. Jaj, te játékrontó. Folyton tönkreteszel mindent. Ez nem igaz. De igaz. Charlie! Szuper ötlet, Charlie. Jöhet a párna csata. Fogadjunk, hogy én győzök. Kizárt dolog. Igen. Mi folyik itt? Párna csata! Otello elég, fogd be a szám! Párna csata! Ez jó dobás volt, Charlie! És még jobb kapás? Köszönöm, megmentő! Ezt nevezitek fogmosásnak? Azon már túl vagyunk, komolyan! Akkor irány az ágy! Mindig én győzök, csak képzelet! Charlie, a tiédbe! Futás! Gyere, Charlie! Indulás! Most ágyba viszünk. És holnap folytatjuk, nem igaz? Igen, a csimpánzoknak is lehet fogkövük. Pont, mint neked. És mit csinálnak az őserdőben, hiszen nincs fogkeféjük? Valóban, de nem is esznek gumimacit. Azon kívül különleges leveleket rágnak. A rostok és a nedvek megtisztítják a fogakat. Azt hiszem, Charlie jobban szereti a fogkrémet. Na, gyere ide, segítek. Így. Igen. Jól van. Tessék a majmod. Így. Aludj jól. Jó éjszakát, álmodj szépeket. Hé, Otello, mi jut eszedbe? Lefelé, ez az én helyem. Na, Charlie alszik. A kölykök is már az ágyban vannak. Felmegyek és adok egy jó étpuszit. Mi baja van? Duzzog, mert elűztem a kanapéról. Gyere ide, Otello, nem úgy gondoltam. Érzékeny a lelke. Max. Igen. Végül is mire jutottál Bauman úrral? Megmondtam neki, hogy szerintem mi az oka Arkó viselkedési zavarainak. Többet nem tehetek. Elgondolkodom néha, hogy az emberek miért válnak el folyton. Igen. Én főleg a gyerekeket sajnálom. Látod, már megbocsátott neked. Én is neked, Otello. Ó,
te lo prego! Mamma mia, Otello! Talán a füleden fekszel? Avanti! Jó reggelt, Rodolfo! Ó, buongiorno, Maren! Otello, menj félre az útból! Oh, az egyetlen, akire hallgat! Igen, büszke is vagyok rá! Otello, már megint? Connie, Gregor! Itt vagyunk, de hát még van időnk. De nekem nincs. A bíró gyűlöli, ha nem vagyok pontos. A tanárom is. Szia, mama! Szia! Ne piszmogjatok, és fésüld meg a hajat! És velünk mi lesz? Ciao, Charlie! Légy jó, és sok sikert! Köszönöm! Charlie, várj meg! Buongiorno, Charlie! Mire készül, autómosás? No, csak locsolni akarok. Már régóta nem esett eső. Nekem is locsolnom kéne a potsdami kertünkben. Majd én elintézek. Komolyan? Maga egy tündér. Köszönöm, Charlie. Otello, te tényleg mindig rossz helyen fekszel. Amigo, avanti, avanti! Tűnj el a signora elől. Oh, scusi! Oh, Charlie! Jó reggel, Charlotte! Hello, Max! Neki látunk? Tele a várószoba. Egy pillanat, mindjárt megvagyok. Mióta érdeklik magát a szamarak? Amióta tegnap megismerkedtem egyel. Egy gyönyörű állattal, a neve Napóleon. És gondolom, ennek a gyönyörű Napóleonnak gondjai vannak. Igen, a tulaj tenyészállatot szeretne, de Napóleont nem érdeklik a csacsi lányok. Előfordul néha. Sajnos nem találtam semmi használhatót. Várjon csak. A múltkor rábukkantam valamire. Itt van. Aha. És ha most rákattint az afrodiziákumra? Aha. Igen, pontosan ez az, amit kerestem. Sejtettem. És mit gondol, ez komoly? Hát ezt én sem tudom, de ha megnézzük az összetételét, ártani nem árthat. Igen, bükkmag, bogáncsolaj, cickafark. Talán Rodolfo össze tudja szedni valahonnan. Na igen. Én behívom az első pacienst. Max, biztos őrültnek tart a szamár miatt, de ha látta volna... Mutasson be Napóleonnak. Szívesen megismerkednék vele. El kellett vinnem a fiúkat az anyámhoz. Aztán nem kaptam taxit. Még bőven időben vagyunk. Tényleg azt hittem, hogy már túl vagyok a válláson, de... Éjjel annyira ideges voltam, hogy aludni se tudtam. Ez érthető, Bauman asszony. A válás olyan, mint a házasságkötés. Nem kell igent mondani, ha nem akar. Ott vannak. Jó reggelt! Jó reggelt, Bauman asszony, kolléganő. Szervusz. Gondolom, megkapta legutóbbi levelünket, és megbeszélte az ügyfelével. Hát persze, kolléga úr. És? Beleegyeznek? Nem beszélhetnénk meg oda bent, a bíró jelenlétében? Tudja, én ismerem Váltz bírót. Szereti, ha a felek megegyeznek. Akkor a legjobb, ha követi az érvelésemet. Na jó, menjünk. Miben segíthetek? Hoppe, asszony! Egy perc, és itt sem vagyok. Mi lesz ebből, fogyókúrát? Nem, ez egy orvosi készítmény. Megkérdeztem volna, hogy használhatom-e a konyháját, de nem volt itt. Ez kibírhatatlan. Hát igen, kicsi erős a szaga. Most már csak 20 percig kell forralni. Jaj, Otello! 20 percig? Nélkülem. Gyere, Charlie, eszünk valamit. Joghurt neked, és gumimaci Gregornak meg nekem. Na jó, és neked. Mindjárt rosszul leszek. Mi ez a bűz? Én tuti nem eszem meg.
No, ez nem nektek készült. Ez Charlotte orvossága Napóleonnak. Ki az a Napóleon? Egy szamár. Fú, nem bírom. Charlie sem. Friss levegő kell. Elviszem magaddal az állatmehelyre. No, megígértem anyátoknak, hogy meglocsolom a füvet Potsdamban. Még jobb. Én is megyek Charlie-val. Én is. Ha akarjátok. Va bene, andiamo, Charlie. Ha? Oké. Okay. Andiamo, bambini. A kutyát átlépni. Természetesen az ügyfelem Bauman úr továbbra is a megegyezésre törekszik. Az iratokból, melyeket minden érintett megkapott, egyértelműen kiderül, hogy Bauman úr minden szempontból olyan helyzetben van, hogy képes a fiairól, Larsról és Oléról gondoskodni. A feleségének tett nagyvonalú anyagi ajánlatokat természetesen nem vonja vissza. Nos, gondolom jó oka van, hogy úgy döntöttek, hogy a már megkötött megállapodást visszavonják. Én azonban nem egészen értem az ehhez fűzött magyarázatot. Szeretnék hozzáfűzni valamit. Tessék, Wagner asszony. Egy házasság felbontása mindig törést jelent. Az élet, amit jelentős ideig együtt töltöttek, hirtelen, hiába valónak és rossznak tűnik. Egy személyes vereség, amit szívesen változtatnánk át győzelemmé. De itt nem a győzelem vagy a vereség a tét. Sajnos itt senki nem győzhet. Inkább arról van szó, hogy a következményeket minden érintett, és nem csak Lars és Olé, a lehető legjobban el tudja viselni. Igen. Rátérne a tárgyra, kolléganő. Szeretném megkérni Bauman úr, hogy gondoljon át egy kérdést nyíltan és őszintén. Mi a fontosabb? A személyes győzelmem, vagy azok boldogsága, akikkel olyan sokáig boldog voltam? Köszönöm. Major, itt van! Hello, Napóleon! Hú, ez tényleg büdös! Fiam! Napóleon! Lényeg, hogy neked tetszik az illat. És a kancáidnak. Ja, várj még egy pillanatig. Előbb meg kell kérdeznem, hogy a gazdád mit szól hozzá. Major! Hú, te kint maradsz, Napóleon! Major! Hú, a fenébe! Major! Ó, de büdös! Ó, hát csak ez hiányzott! Napóleon! Igen, Henning? Max, én vagyok Charlotte. Hello, Charlotte! Ez meg mi volt? Mondja, hol van? Napóleon volt, a szamár. Glinikében vagyok, az istállóban. És hogy hatott a szer? Fantasztikusan. Napóleon az ajtó előtt áll, és nem enged ki. Szívesen megnézném. Hol a tulajdonos? Major nincs itt. És a telefonszáma sincs meg. Max, talán ha a telefonkönyvben... Halló? Halló, Charlotte? Charlotte? Jaj, ne! Most még az akku is lemerült. Ó, Napóleon! Engedj ki! Engedj ki! Most miről beszélnek a bíróval? Magának nem kell ott lennie? Akkor a bíró felkért volna rá. De nincs miért aggódnia. Nem döntenek az érdekei ellen. Na, folytatjuk. Bauman úr az imént azt közölte velem, hogy az igényét a közös gyerekekkel, Larssal és Oléval kapcsolatban nem tartja fent tovább. Ezek után megállapítom, hogy mivel mindkét fél az eljárás során megegyezésre jutott, amit a bíróság írásos formában meg is kapott,
Ezért tehát a válásnak semmi akadálya. Tehát Lars és Uli nálam maradhat? Igen. Megkérem önöket, hogy írják alá a megállapodást. Köszönöm. Köszönöm, Sven. Köszönöm. Köszönöm. A köztársaság nevében. A házasságot Sven Baumann és Johanna született Gross között, melyet 1996. 4. hó 20-án kötöttek, felbontottnak nyilvánítom. Szívesen elviszem haza, ha akarja. Ott áll a kocsim. Kedves magától, köszönöm, de az anyám idejön értem Lászlóval és Olival. Jaj, de boldog vagyok, hogy túl vagyok rajta. Ott vannak. Anya! Anya! Johanna? Apa! Most nem kell beszélnie vele, ha nem akar. De, csak szeretném, ha jelen lenne. Gyertek, fiúk, van itt még valaki. Árkó! Árkó! Oh, hogy szegény vagy? Igaza volt. Itt nincsenek győztesek. Johanna, tartsuk távol Larsot, Olét és Árkót a vitánktól, és próbáljuk meg elviselhetővé tenni az életet. Vigyázzatok rá, fiúk! Vigyük el Árkót? De hiszen ő a... Nagyon hiányoztok neki. Belebetegedett a vágyba, már nem is eszik. Jobb dolga lesz nálatok, mint nála. Minden jót, Árkó. Bocsáss meg. Sven! Bármikor meglátogathatsz minket. Charlotte, te itt van? Max! Rössner doktornő! Itt vagyok! Gyere! El innen! Gyere! Én! Charlotte! Doktornő! Minden rendben? Igen, most már igen. De ott, a bezárt istállóban ezzel a csodaszerrel azt hittem megőrülök. Sajnálom, hogy miattam ekkora bajba került. Az én hibám volt. De azt hiszem, Napóleon imádja ezt a főzetet. Megőrül érte. Úgy tűnik, ízlik neki. Én azt mondom, tűnjünk egy gyorsan, mielőtt hatni kezd a szer. Hát akkor viszlát. Viszlát. Ciao, Napóleon. Viszlát. Majd értesítem, hogy mennyire vált be a szer. Jó. És még egyszer köszönöm. Elárulnád végre, mi a terved? Felkészülök a következő vizsgámra. És Bertolt professzor volt oly kedves, hogy segít. Tényleg? Attól tartok, hogy nem tudlak követni. Pedig egyszerű. Mivel húzott csőbe a múltkori vizsgán? A festővel, Szergej Osztrovszkival. És mi lóg a nappali a falán? Szergej Osztrovszki képe. Mi? Be akarsz menni? Be akarsz törni hozzájuk? Na gyerekek, maradjatok itt! Azonnal itt vagyok! Hé, két porkom izéria! Na, te! Te! Un momento, amigo, mindjárt megyünk tovább, jó? Nem rossz, amiket a prof összegyűjtött.
Én félek, Ulf. Hiszen visszakapja a képeket. Szergej Osztrovszki, ezt nézd meg. Mennyit érhet? Fogalmam sincs. Az ilyen képek eladhatatlanok. Hé, ide nézd, mit találtam. A professzorunk. Bertold és Osztrovszki. Uh-huh. Ezt magunkkal visszük. Váltságdíjat akarsz tőle? Ugyan. Csak szerzek neki néhány álmotlan éjszakát, mint ő nekem a vizsgám után. És aztán a kép újra itt áll az ajtaja előtt. Hová mész? Be kéne csomagolnunk. Ulf! Ulf, gyere ide! Hiszen itt vagyok. Megint itt az a tegnapi férfi a majommal. Gyere, menjünk szépen. Na és aztán, majd eltűnnek megint. Érünk, mint a tenger. A prof csak 10 nap múlva jön haza a hajótról. Conny bent van és olvas. Ó, igen, odát kezdjük, oké? Okay? Charlie, hol vagy? Ott jön. Charlie, erre nincs szükségünk. Köszönöm, Charlie, de már nem használható. Te tetted tönkre. Rodolfo! Az ágyút nem lehet becsukni. Erővel nem? Csak észel igen. Megfognád ezt? Nem megy. Tényleg nem megy. Igen, beragad. Madonna! Mit csinálsz? Sajnálom. Nézd! Ő a bűnös, a csibész. Kéne egy törülköző nekem. Te csibész! Ne hagyd egyedül, jó? Mindjárt visszajövök. Subito, igen? Rendben, semmi gond. Itt maradsz, Charlie. Charlie, állj meg! Charlie, maradj itt! Charlie, gyere vissza! Maradj itt, Charlie! Charlie, gyere már vissza! Állj meg! Óvatosan. Jól van már, tedd az asztalra. Charlie, hol vagy? Megvan a fotó Bertoldról? Igen, tessék. Pillanat. Charlie, mit csinálsz itt? Gyere már, tűnjünk el innen. Nyugalom, te mondtad, hogy csomagoljam be rendesen, hogy ne legyen semmi baja. Rodolfo, gyere gyorsan, betörőket láttam. Betörőket? Hol? Bertoldéknál. Elviszik a képeket, Charlie fedezte fel, és a teraszajtó üvegén van egy lyuk. Mi? Hol? Innen nem látni őket. Gyertek, menjünk! No, Bambini. Jobb, ha itt maradunk a házban. Hívom a rendőrséget, oké? Okay? És hol van Charlie? Ott. Charlie! Érte megyek. Itt maradsz, légy szíves. Itt adom a Lombardi. Igen, uram. Betörők vannak itt a házban. Igen. Most már ne szökj meg, Charlie! Charlie, gyere le onnan! Mi lesz már? Charlie, gyere le onnan! A majom! Gyere, lelépünk! Gyertek, rajta! Gyerünk, tolni! Gyorsan!
Rendőrség! Álljon meg! Kezeket a rendőre! Charlie, elkapták a betörőket, igen! De csak azért, mert lerobbantak. Nem robbantak le. Charlie tankolta fel a kocsit, ezzel itt. Mit csinál Charlie? Ez nem hiszi el nekünk senki sem. Igen, Charlie. Na, már megint. Gregor! Két egyetemista volt. Bosszantani akarták a professzort. Ezért lecsukják őket, mert Charlie éber volt. Nem lecsukják, elítélik őket. Hello, te kis csibész. Hello. 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 Pont jókor jöttök, kész a kakó és a túros pite. Kára, csodás. Mi ez a történet a szamáról? A csodaszerem valóban hatott. Uh-huh. Talán egy kissé túlerős volt. Napóleon minden esetre imádta. Az a szerelmes szamár ki sem akarta engedni Charlottét az istállóból. Olyan büdös volt odabent, hogy csak na. Itt is furaszagok vannak. Igen, büdös van. Otello, te voltál? Charlotte, azt hiszem a maga kabátja. Igen? Nem, én nem érzem. Kara, add ide a kabátod, elviszem innen. Hidd el, jobb lesz. Tessék. Charlie, mit csinálsz? Charlie, most legalább vihetem a kabátot a szegényedre. Magyar szöveg Messina Marian. Hangmérnök Házi Sándor, vágó Pilipár Éva, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Vági Tibor. A szinkront a TV2 megbízásából a Masterfilm Digital készítette.